Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Ruszin Szendi Romulus, a Honvéd vezérkar főnöke itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke azt mondta az év értékelőjén, hogy bízunk a legjobbakban, de azért a honvédelmi miniszter tartsa szárazon a puskaport. Nyilván ez ilyenkor mindenfelé lemegy. Szárazon tartják? Muszáj szárazon tartani, ez az alapvető feladatunk. Magyar honvédségnek fel kell készülni arra, hogy megvédje Magyarországot, megvédje a magyar embereket, és mellette van még egy jó pár feladatunk, amit az alaptörvény és a jogszabályok tartalmaznak. Úgyhogy nekünk ez a legfontosabb feladat, hogy folyamatosan egy olyan készültségi, készenléti állapotban legyünk, hogyha a feladatokat elrendelik, vagy végre kell hajtani, akkor ne késlekedjünk. Közvetlenül a szomszédunkban egy háború zajlik. Mondhatnánk, hogy ez nem a mi háborunk, de mégiscsak a szomszédunkban zajlik. Ilyenkor idegesebbek az átlagnál? Idegeseknek nem szabad, hogy idegesebbek legyünk. Ugye a tiszt nem fut, mert pánikot kelt, kivéve akkor, hogyha a vezérkarfőnök majd jelölése a testnevelés szempontjából van. Ez igaz kell, hogy legyen a mindennapi életünkre is. Nem folyamatosan figyeljük, hogy mi történik Ukrajnában. Folyamatosan figyeljük a háborút, a tapasztalatokat igyekszünk feldolgozni. Ugye nekem volt szerencsém megnézni a frontvonalat közelről is a kollégákkal, úgyhogy ezt mind be kell dolgoznunk. Megvannak a különböző eshetősi lehetőségek, és erre az állományt fel kell készíteni. Akkor beszéljünk egy kicsit erről, hiszen a magyar sajtóban is megjelent ez a hír, hogy ugye járt az ukrán fronton. Nyilván, amikor itthon ilyen kényelmes fotelekben ülünk, és figyeljük a különböző közösségi médiákban a híreket, eseményeket, akkor el sem tudjuk képzelni talán, mert hogy ezek általában vagy podcast formátumban vannak, vagy írva, hogy valójában mi zajlik a hadműveleti szintereken. Milyen az? Tehát hogy kell azt elképzelni, így kicsit az emberi részére lennék kíváncsi? Hát nehéz ezt megfogalmazni, ezt ott kell lenni, ezt látni kell, ezt érezni kell. Ugye, nagyon sokszor elmondom, hogy a magyar katonának van egy olyan jellemvonása, hogyha ha műveletben vagyunk, és ez igaz volt már az első világháborúban is, akkor azokat az élményeket nem nagyon hozzuk haza. Nem nagyon mesélünk a családnak arról pontosan, hogy mi van, mert szinte lehetetlen átadni ezeket az érzéseket. A háború, a fegyveres konfliktus az mindig egy oldalon nagyon szörnyű. Ott jelentem emberek halnak meg minden nap. Olyan közelről látni a halált, nyilván az emberek megpróbálják elkerülni, a katonáknak viszont ugye nem ez a fő feladat, hogy elkerüljék, hanem nekik teljesíteni kell a feladatot. És ezt a fajta motivációt azért látszik a katonákon. Ugyanakkor látszik az a társadalmi támogatottság Ukrajnán belül, hogy mennyire támogatják a katonákat, mert tudják, hogy őket védik, az országot védik. És akkor mélyebben nem mennék bele a harcászati hadméti tapasztalatokba, ugye ez maradjon a mi dolgunk, azt tudom jelenteni, hogy tényleg figyeljük, hogy mi történik ott, és a saját felkészítésünkbe, kiképzésünkbe ezeket a tapasztalatokat igyekszünk a lehető leggyorsabban beleszőni. Ilyenkor az van az ember fejében, hogy mi van, hogyha Magyarországon is egyszer egy ilyen helyzet lesz? Ez így a fejünkben így nincsen benne. A mi dolgunk az, hogy tudunk adekvát választ adni azokra a kihívásokra, ami a 21. századi hadviselésben előfordulhat. Ugye azért bonyolultabb, mert a napóleoni korok háborújának vége van. A döntő csaták, a döntő ütközetek már nem léteznek. Tehát nincs olyan, hogy a két haderő valamelyik síkon egymással farkas szemet néz, és aki győz, azért az ország, azért a hatalom. Látjuk, hogy egy hibrid hadviselés folytat mind a két fél, ami azt jelenti, hogy a hagyományos és nem hagyományos eszközöket is használnak, és eljárásrendeket, és ugyanakkor mindig elmondom, hogy nem a katonák kezdték, és nem is a katonák fogják befejezni ezt a háborút, ez sokkal szélesebb. Ennek van diplomáciai, információs és gazdasági aspektusa is. Tehát ez egy sokkal szélesebb problémakör, mint az, hogy valóban a fronton a katonák milyen teljesítményt nyújtanak. Nem elhanyagolható, nem lehet figyelmen kívül hagyni, de a háború végső sorsát igazából nem a katonák fogják eldönteni. Ők teszik azt, amit tenni kell. Ezt a katonák is érzik. Nagyon érdekes, hogy például a nyilvánosságban is állandóan azt figyeljük, hogy mi történik most éppen Bakhmutnál, miközben ugye sokan meg azt mondják, hogy bármi is történik Bakhmutnál, amíg a politika úgy nem dönt, addig ezek a hadműveletek, ezek a különböző harcok tovább folytatódnak. Ezeket az aranyszabályokat annak idején még Clausewitz fogalmazta meg.
ezek az elvek nem változtak, ez a úgynevezett klauzovici háromszög, a klauzovici trinity, amikor azt mondja, hogy egy fegyveres összeütkezés mindaddig folyik, amíg a társadalom, a kormányzat és a haderő ugyanazt képviseli. Ezért figyeljük pontosan ezt, jelentősége van. Van nyilván katonai jelentőségnek, hogy például Bakhmuttal mi lesz, de ennek sokkal fontosabb az üzenete, hogy a társadalomra bármelyik oldalon lesz-e hatása, illetve a kormányzatra, a politikai döntéshozókra lesz ennek bármilyen hatása. Hogyha nem, akkor ebben a szörnyű az, hogy ott emberek, egyenruhában, akit most katonáknak hívunk, azok veszítik el életüket, családok mennek tönkre, ami pótolhatatlan. Még 2021-ben nevezték ki a Magyar Honvédség parancsnokának. Benne volt a levegőben az, hogy előbb-utóbb egy ilyen konfliktus bekövetkezhet? Benne. Nagyon sokan furcsán néztek ránk, amikor ugye 17-18-ban a haderőfejlesztési program elindult. Nem értette a világ, hogy mit csinálnak a magyarok, nem értették, hogy miért van. Ugye a katonai elemzők és az okos politikai elemzők előre vetítették, hogy egy konfliktus benne van a levegőbe. Azt tudom mondani, hogy nem vártuk, hogy ilyen korán. Ez kicsit korábban történt, mint ahogy mi számoltuk, de hát ilyen az élet. Tehát nem lehet azt, pontosan nagyon nehéz előre azt megmondani, hogy egy konfliktus az bekövetkezik-e vagy nem. Emlékezzünk vissza mondjuk 9-11-re. Előtte pár hónappal, pár éve senki nem gondolt, hogy az megtörténik. És számtalan ilyen dolgot tudnánk mondani. Jött hozzánk a illegális migráció, jött a Covid, tehát krízisok, konfliktusok pattannak ki a világból, szinte egyik pillanatról a másikra, de nyilván pici előjele mindegyiknek van. Azt tudom jelenteni, hogy ezért kezdtük el korábban a haderőfejlesztési programot, mert feltételeztük azt, hogy bizony a észak-atlanti régióban a boldog békőidőszaknak rövidesen vége lehet. Ugye van az a mondás, hogy a harcos békeidőben készül a háborúra, miközben zajlik a haderőfejlesztési program, és azért Magyarországnak bőven volt ezen a területen lemaradása, tehát talán lehet azt mondani, hogy a mínuszból kellett kezdeni. Közben mi játszódik le egy katonai vezetőnek a fejében, hogy van ez a vihar előtti csend, amikor még van időnk készülni, de nem tudjuk, hogy mikor jön a baj, de azért benne van a levegőben, hogy annyi a geopolitikai konfliktus, hogy egyszer valami majd csak lesz. Itt most az emberi oldalára vagyok egy kérdés, hogy egy ilyen állapotban hogyan lehet úgy dolgozni, hogy közben meg igenis ellássák a feladatokat? Itt elődeimnek nagyon nagy köszönetet kell mondanom, hiszen valóban, hogyha arról beszélünk, hogy a technikai fejlesztése megtörtént a Magyar Honvédségnek a rendszerváltás után, akkor azt tudom mondani, hogy csak részeiben. Nagyon büszkék lehetünk például a Gripen flottánkra, hiszen ez a fejlesztés sokkal korábban indult. Annak az eredménye az, hogy jelenleg nem csak Magyarország felett, hanem szomszédunk felett is gyakoroljuk az úgynevezett air policingot, tehát a légtérnek a biztosítását, és ugye 2-3 évente elmegyünk a Baltikumba és a balti államoknak ugyanezt biztosítani. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy semmifajta fejlesztés nem történt, de olyan komplex fejlesztés haditechnikai téren, mint ami most folyamatban van, olyan a rendszerváltás után természetesen nem volt. Előtte is kérdéses, hogy mekkora volumenű volt. Viszont amit az elődémnek köszönhetem, az, hogy a katonát, az altiszteket, a tiszteket, a tábornokokat folyamatosan olyan állapotba tartotta, hogy valóban legyenek képesek követni a haderők fejlesztését, illetve a hadszintéren bekövetkező új eljárásoknak az alkalmazását. Missziókban voltunk, nagyon sok külföldi katonai akcióban vettek részt a katonáink. Gyakorlatilag a vezérkarfőnöktől a mentősofőrök harci tapasztalatokkal rendelkezik a mai Magyar Honvédség egy nagyon jelentős része. Iskolákban, nem csak itthon, hanem külföldön is képeztük folyamatosan a tiszteket, a altiszteket. Ugye ennek az eredményét látjuk abban például, hogy amikor Afganisztánban szolgáltunk, akkor a Magyar Honvédség PRT parancsnokai egy egész tartományért feleltek, és az talán rendeltségben számtalan NATO erő is szolgált. De talán az egyik legfontosabb a közelmúltban, amikor a NATO legnagyobb szárazföldi műveletét egy magyar tábornok vezette Koszovóban. Ez mindezt mutatja, hogy a személyi állomány felkészítése, az nem csak a saját magyar sztenderdek alapján több mint elfogadható, hanem nemzetközi környezetben is kivívtuk azt a
azt az elismerés, hogy ezeket a küldetéseket ránk merik bízni, és most bejelentettük, valószínűleg elfogadásra is kerül, hogy 2024-ben az EUFOR parancsnoki beosztás is egy magyar tábornok fogja ellátni. Minek köszönhető az, hogy jók a magyar katonáink, az elméleti felkészítésnek, vagy alapvetően a magyar virtusban benne van ez, vagy jók volt a gyakorlati kiképzés? Gyakorlat sikerült megválaszolnia, mert ennek a háromnak a dialektikus egységein azt kell, hogy mondjam, nyilván van egy hagyományunk. Tetszik, nem tetszik, a Kárpát-medencébe is a katonaira kellett, hogy bejöhessünk, megtarthassuk, és ez 1000 éven keresztül lesz folyik. Ugye idén 175 éves a Magyar Honvédség, 1848-49-es forradalmi szabadságharcból eredeztetjük a mai Magyar Honvédség konkrét jogelődjét. Számtalan olyan ékítményünk, számtalan olyan jelképünk van, amit a 48-49-es szabadságharcba került megalakítása. Elég csak ránézni mondjuk a csapatzászlókra, az pontosan úgy néz ki, mint ahogy a 48-as forradalomban. Ezt akkor megalkották. Tehát van egy óriási hagyománya. Tetszik, nem tetszik, szerintem katona nemzet vagyunk, és nem csak azért, mert minden kisfiú, mikor kicsi, akkor karddal és pisztollyal játszik, hanem úgy bennünk van ez a huszáros virtus. A másik, ez valóban így van, az oktatási rendszerünk, a tiszt és altiszt képzésünknek több száz éves hagyománya van. És a tapasztalat. Tehát ez a három dolog jutatott el minket oda, hogy valóban nemzetközi elismertségnek örvendhetünk. Azt szoktam mondani, hogy ha foci hasonlattal élnék, akkor a Bajnokok Ligájában játszik folyamatosan a Magyar Honvédség tiszt és altiszt kara, de úgy, hogy nem kell selejtezőt játszani, hanem egyből a főcsoportban vagyunk. De akkor mi az oka annak, hogy a magyar társadalomban mégis kialakult egy olyan kép, hogy a rendszerváltás után leépítették a magyar hadseregünket, gyakorlatilag inkább gulyáságyúnál főző katona emberek főznek valamit, és nincs is értelme ennek az egésznek, meg kevés pénz volt rá, kevés is a katona, elhasználódtak az eszközénk is, mert mintha az átlag ember fejében egy ilyen kép élne. Ez pontosan jól látja, ennek több oka van. Az egyik az, hogy a technikai fejlesztésekben valóban van hiátus, vagy volt hiátus. Most viszont légierő, szárazföld, kiber, különleges művelet, egészségügy, minden téren egyszerre jönnek az új, és valóban 21. századi eszközök, tehát nem valami levetett technológiát veszünk, hanem valóban több fegyvernemnek olyan eszközrendszer érkezik, ami gyakorlatilag az asztalról lejöve, a rajzasztalról lejöve megy a gépbe, és először nálunk lesz rendszeresítve. Tehát ez egy jogos érzés, hogy régi technológia, technika van. Ráadásul ugye a gyártókapacitás is visszajön, tehát a védelmi ipar is újraéled Magyarországon. Ez az egyik része. A másik része az az, hogy sajnos volt egy rossz tapasztalata a magyar embereknek, ugye a sorkötelezettség miatt annak idején. Ez ugye felfüggesztésre került, és innentől kezdve a közvetlen kapcsolatot elveszítettük a társadalommal. Még mindig abban éltek, hogy akkor milyen volt az akkori honvédség, nekik mi volt a dolguk, és sajnos magyar emberek olyanok vagyunk, hogy a pozitívumokra kevésbé emlékszünk, mint a negatívumokra. Bár azért jó katonasztória mindenkinek. Bár az idő megszépíti a nap végén, de akkor is volt egy ilyen defekt érzés, tetszik, nem tetszik a magyar emberekben. És pontosan ezzel, mivel elveszítették a kapcsolatot, mi meg visszamentünk a laktanyába, tehát izoláltuk saját magunkat, így nem is nagyon tudtuk róla. Hol volt a töréspont, és hol látom azt, hogy igazából ez a folyamat, a tisztelete, a respektje a magyar honvédnek újra kezd emelkedni, az mindig akkor derül ki, mikor valami baj volt. Jöttek az árvizek, jött a vörösiszap, jött az illegális migráció, jött a Covid, és az emberek látták, hogy ez a magyar katona, akivel találkozik az utcán, a kórházban, a tereken, a főútvonalak mentén, az autópályák mentén, a cégeknél, A nem úgy néz ki, B nem úgy beszél, C egy olyan képességgel rendelkezik, amit korábban nem. Tehát elkezdtek bízni a magyar katonába. Most nagyon sokszor előfordul, hogyha megyek az utcán egyenruhába, akkor megállítanak, hogy készíthetnek-e velem szelfit. Ez szerintem úgy tartja a mai akkor társadalomban. Akkor meg lehet kérdezni ezt? Na, én mindig gondolkodtam ezzel, hogy olyan jó lenne katonával közös képet készíteni, csak abszolút. Nem tudom, hogy lehet-e. Én abszolút. Hogy ne lehetne? Nem mindenkivel természetesen, tehát hogyha egy különleges műtő katonával találkozik, véletlenül egy bemutatón, akin maszk van, meg szemüvegű, ezt nem fogja levenni természetesen, mert azért vannak egy páran, akik pontosan a harci tapasztalat miatt nem biztos, hogy jó, hogyha megmutatjuk az arcukat. Ilyen van, de az összes többi biztos, hogy örülni fog neki, és nekünk is megtiszteltetés, hiszen van egy olyan illetménye mai magyar honvédnak, amiből meggyőződésem, hogy méltó módon lehet a családokat eltartani.
de ez a motivációnak csak egy része. Az, amikor a magyar katona érzi, hogy szüksége van rá, amikor érzi a magyar emberek, a társadalom támogatottságát, akkor az egy olyan erő sokszorozó, amit nem lehet leírni. Tehát előfordult számtalan esetben, hogy a határ mentén, vagy a Covid feladatban csak egy csésze kávét vitték a katonáknak az emberek, mert azt mondták, hogy ennyire tud hozzájárulni. De aztán persze volt, amikor teherautó számra hozták például az almát, igazándiból, mert azt mondták, hogy ott vannak, akkor ő ezzel tud segíteni. Úgyhogy ezek azok a jelek, ami azt mondja, hogy ebből a rossz sztereotípiából elkezdtünk kitörni. Ezért örülünk nagyon annak, hogy miniszter úr meghirdette most ezt a kampányt, amikor megpróbálunk minél több emberhez eljutni, minél több embernek elmondani, hogy a Magyar Honvédség van, létezik, és méltán lehetne büszke minden magyar ember a magyar katonára. Említett a technikai fejlesztéseket, és talán erre egy kicsit térjünk ki bővebben is, mert ugye látjuk azt Ukrajna esetében, ami azért létszámában egy nagyobb haderő, illetve azért nekik is voltak eszközék, hiszen a NATO, illetve a különböző országok az elmúlt években is nyújtottak nekik segítséget, hogy így is milyen nehéz helyzetben vannak most. És itt merül fel az a kérdés, hogy elegendő-e egyáltalán a világ összes technológiája, például Magyarország esetében? Ahogy mondtam, ez nem csak katonai kérdés. A technológia az kell. Tehát a katonának nyilván fegyver kell, eszköz kell, fegyverrendszerek kellenek ahhoz, hogy a hatékonyan tudjon védekezni, adott esetben támadni. Tehát ez elkerülhetetlen. Hogy mennyi? Ez attól függ, hogy ki áll velünk szembe, és az ország teherbíró képessége mit enged meg. És akkor itt jönnek az eljárások, hogy nekünk mindig a meglévő eszközből kell kihozni a maximumot. Nekünk ez a dolgunk. Úgyhogy a haderőfejlesztési gyakorlatilag úgy történik, hogy a vezérkar, a katonák, mi képességi követelményeket adunk meg, és nyilván az egy sokkal nehezebb és bonyolultabb egyenlet, hogy a nap végén hogy fogják hívni ezt az eszköz, hiszen ennek vannak politikai, külpolitikai, gazdaságpolitikai aspektusa is, és ezt tiszteletbe kell tartani. Úgyhogy mikor érkezik, mennyiért érkezik, ez nyilván befolyásoló tényező, de egy biztos, a technológiai előny az mindig előnyt jelent a hadszintéren is. Sokakat foglalkoztat most a vaskupolajának a rendszere, ami ugye elvileg Magyarországra is megérkezett. Megérkezett? Folyamatosan érkezik, és ugye, tehát a vaskapula az egy másik rendszer. Tehát a vaskapulának a részei érkeznek. A légvédelem az egy sokkal bonyolultabb rendszer, mint hogy azt mondjuk, hogy ez az, és egy az egybe. De az, hogy a vaskupula rendszer részei jönnek, az megint mutatja, hogyha a Washington védelméhez jó, akkor Magyarországnak is jó, én azt gondolom. Tehát ez megint azt mutatja, hogy 21. századi technológia jön. Ennek a légvédelmi rendszernek több alrendszere van, és ezek folyamatosan érkeznek. Talán a légvédelem az, ami most én Ukrajnából indulok ki, mert ott most látjuk éppen, hogy zajlik egy háború, hogy minthogyha, tehát ha egy országnak a légvédelme jól működik, akkor azért talán el lehet azt mondani, hogy az állampolgárok úgy összességében biztonságban érezhetik magukat. Tudom, hogy ez így megint ilyen nagyon amatőr mondat volt, de hogy mégiscsak a hátországot támadó légitámadások, stb. Esetében azért megnyugtató az, hogyha a légvédelmi rendszerünk jól működik. Tesztelték már egyébként, hogy egyáltalán éles helyzetben hogy működik Magyarországnak a légvédelmi rendszere? Természetesen most a légvédelemről beszélünk, akkor a Magyarország az egységes NATO légvédelmi rendszernek is része. Tehát nem csak nemzeti alapon, hanem az egyik legkomolyabb rendszer a NATO légvédelmi rendszere. Tehát ennek a tesztelése folyamatosan történik. De a mai hadviselésben van három klasszikus hadszintér, ez a föld, víz, levegő. A vízzel nekünk kevesebbet kell foglalkozni, mert ugye... A Balatonnál annyira. Maximum, igen, mert ugye a tengerünk nincsen, tehát ez klasszikusan a névi lenne a haditengerészet. Nekünk flotillánk van, ami ugye a folyamokon tud segíteni, de ez nem az a hadszintér, ami nekünk a legkomolyabb. De a föld és a levegő, mint klasszikus hadszintér az él. De kiegészül ez másik kettővel, az űrrel és a cybertérrel. Úgyhogy nekem, mint vezérkarfőnöknek, persze, a levegő, a légvédelem az egy rendkívül fontos hadszintér, de nekem a számunkra fontos 4 hadszinteret azt egyensúlyba kell tartani, mert hogy a veszély mindenhonnan jöhet. Az, hogy mit látunk, mit tapasztalunk közvetlenül, mit gondolunk mi, hogy melyik a legveszélyesebb,
ez szubjektív egy részről, másrészt ugye tényeken alapul, hogy hol mennyi támadás jön. Nem lehet azt mondani, hogy melyik fontosabb a másiknál, mert hogyha bármelyiken rés van, bármelyik hadszintéren nekünk nincs elegendő védő képességünk, adott esetben támadó képességünk, akkor az összeműtetni az egész rendszer. Sokszor halljuk azt, hogy hát, hogyha Magyarországot valaki megtámadná a szárazföldön, akkor ott azonnal vége lenne a történetnek. Azért lehet arról hallani, a sajtóban is megjelenik, hogy rendszeresen tartanak hadgyakorlatokat. Meg tudja nyugtatni a lakosságot azzal kapcsolatban, hogy soha ne történjen ilyen, de hogyha valahonnan valakik betörnének valamelyik határonkon, akkor a Magyar Honvédség igenis képes arra, hogy feltartóztassa azt a hadsereget. Hát ha nem hinnék ebbe, akkor nem is vállalnám, hogy vezérkarfőnök legyek. Ugye persze, lehet ilyeneket mondani, és nyilván van olyan szembenálló, vagy lehet olyan szembenálló fél, ami sokkal nagyobb túlerőben van, mint a jelenlegi Magyar Honvédség. De ahogy látjuk az orosz-ukrán háborúban is, ettől ez bonyolultabb kérdés. Egy biztos a magyar katona felkészült, mi a meglévő eszközrendszerből kihozzuk a maximumot, és a magyar katonák tényleg komolyan gondolják azt, amit esküvőbe vállalnak, a kell életük árán is megvédik. Ez nekem elég, és amit a gyakorlótereken látok, amit misszióban láttam tőlük, amit nemzetközi gyakorlatokon látok tőlük, és követelem, hogy melyik irányba menjünk tovább, az megnyugtató tud lenni. Hány katonát tudna most kiállítani, hogyha azt mondanák, hogy na, baj van? Hát ezek azok a számok, amit én soha nem mondok el. Ez a titok? Ez így van, ezt elég, ha én tudom. Eleget? Meg akinek tudni kell, természetesen. Mindig nézzük a lehetséges veszélyeket, mindig nézzük a lehetséges fenyegetést, fenyegetettséget. Ezek alapján állítjuk össze úgy a hadrendet és a készenléti készültségi szolgálatokat, hogy a reagáló erő a megfelelő időben a megfelelő helyre kerüljön. Említette korábban a hibrid hadviselésnek a fogalmát, és nyilván ez a háború katonailag Ukrajna területén zajlik, egy csomó más hatása van talán kifelé, de hogy látja, kell-e arra reálisan készülni, hogy a következő években akár hazánk területén is háború lehet? Mi a Magyar Honvédség erre készülünk. Nem szeretnénk, hogy bekövetkezzen, és ahogy mondtam, ugyanis mondta, ennek szélesebb aspektusai vannak, de nekünk erre kell készülni. Tehát a legrosszabbra készülnek, és a legjobbat reméljük. A mindenkori Magyar Honvédség és minden haderőnek ez az elsőleges feladata, hogy az ország területi egységét és az emberek, a polgárok a biztonságát szavatolni tudja. Nekünk a legrosszabbra kell készülni, mert ha a legrosszabbat tudjuk teljesíteni, akkor ami ettől könnyebb, az gyakorlatilag csak úgy gyakorlat, az könnyebb végrehajtani. Látjuk azt, hogy Európa elkezdett fegyverkezni, Lengyelországot szokták most példaként említeni, ahol hatalmas fegyverkezési verseny van. Látjuk ugyanezt Németországban is, és azt is halljuk egyre többször, hogy újra napirendre kerülne a kötelező sorkatonaságnak a kérdése. Tudom, hogy ez egy ilyen necces kérdés, mert a politikai következményei mindig aztán azok, hogy akkor egyes pártok elkezdenek azzal kampányolni, hogy jaj, mit mondott ez vagy az. De érdekelne a véleménye arról, hogy meg lehet oldani ezt az egész kérdést a kötelező sorkatonai szolgálat nélkül, ha nagyon eszkalálódik így a világhelyzete? Úgy, ahogy ön mondta, a sorkötelesség visszaállítása, ez politikai, főleg belpolitikai kérdés. Egyszer voltam egy másik rádióban, ott ugyanezt kérdezték, és közben egy közveleménykutatást tartottak, hogy a hallgatóktól online módon, hogy akkor nekik mi a véleményük. Az embereknek több mint 90%-a mondta akkor abba a környezetben, hogy szerintük jó ötlet lenne. Szerintem nem a fiatalok válaszoltak, hanem inkább az idősebb korosztály. Ebből, ami nekem üzenet, hogy a magyar emberek egy jelentős része most úgy gondolja, hogy ránk merné bízni a fiát meg a lányát. Tehát az a sztereotópia, ami korábban volt a honvédséget illetően, az kezd megváltozni. Mert azt mondják, hogy ha baj lenne, akkor nem lenne baj, hogy a Magyar Honvédség kiképzi, felkészíteni a fiatalokat. És nyilván attól függ, hogy mekkora konfliktus. A sorkötelesség nem megszüntetve lett, hanem felfüggesztve. Hogyha az ország, ne adja Isten, olyan helyzetbe kerülne, hogy valóban megtámadják, valóban el kellene rendelni a hadkötelezettség újra bevezetését. Tehát hadi állapotba kerülnénk, azt nem lehet megoldani, csak akkor, hogyha minden állampolgár a kötelességének eleget tesz.
Mert szerintem azért lelkileg az embereknek érdemes ezt az opciót így számításba venni. Ugye Ukrajnában is azért látok, hogy nagyon sokan elmenekültek, mielőtt még besorozták volna őket, illetve nyilván ott sem önszántából megy senki háborúba, gondolom, vagy a több társadalom többsége nem, de hát talán azt érdemes mérlegelni, hogy ha veszélyhelyzet van, akkor meg a hazánkért mindent meg kell tennünk. Ez így van, ez szerintem egy alapfilozófia minden embernek. Én nem szeretnék elmenekülni, hogyha az ország bajban van. Ez a mi hazánk, itt élünk. Azt szeretném, hogy a gyerekeim is itt találnák meg a jövőjüket. Tehát, és ahogy kezdtük a beszélgetést, tehát a magyar ember, a magyar katona 1000 év alatt tett azért, hogy a Kárpát-medence az magyar lakta terület legyen. Nekem meggyőződésem, hogy ezt nem lehet feladni, bárki veszélyeztet is minket, úgyhogy én bízom abban, hogy a magyar emberek többsége azért úgy gondolja, hogy ha ne adja Isten, itt tényleg valami probléma lenne, és nekünk fegyverrel kéne megvédeni újra a biztonságunkat, az országunkat, akkor nem azon agyalna, hogy tud minél gyorsabban elmenni a könnyebb ellenállás irányába, mint a víz, hanem magyar sziklaként azért megállna. Igen, egyébként ezt láttuk az árvíz esetében, és ezt láttuk a koronavírus járvány. Olyan összefogások vannak. Vagy most akár a menekülteknek történő segítés esetén. Azt is ugye rendszeresen halljuk, hogy Magyarország a NATO tagja. Ez mennyire adhat nekünk bizalomra okot, hogy egyébként, ha baj van, akkor a NATO is segít? Ez abszolút így van, nem véletlenül csatlakozott Magyarország ehhez a védelmi szövetséghez. És a kollektív védelem, ez meggyőződésem, hogy ez életre kellene, hogyha Magyarországot egy nem NATO tagország támadná meg, vagy nem NATO koalíció ellen kellene háborút vívni, akár csak magyar földön. A NATO meggyőződésem, hogy ma a legütőképesebb és legnagyobb képességekkel rendelkező védelmi szövetség. Ezt látjuk a gyakorlatokon, ezt látjuk a különböző missziókban, és azok az évek, amit a NATO kötelékbe töltöttünk, megadja nekünk azt a magabiztosságot, ahogy jelentettem, mi is tudjuk vezetni őket, és minket is képesek vezetni. Megvan az a nyelvi közösség, és megvan az a szakmai közösség, ahol nagyon gyorsan megtaláljuk a közös hangnemet, és biztos, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni nem csak így Magyarország képességeit, hanem a NATO képességeit. Mindenki az 5. cikket szokta ilyenkor emlegetni, hogy a kollektív védelem, viszont én ilyenkor mindig ráéredom a figyelmet a 3. cikkeire, ami viszont azt mondja, hogy minden államnak kell olyan védelmi képesség, hogy addig, amíg a NATO nem érkezik be, addig képes legyen ezt a védelmet végrehajtani. Úgyhogy nyilván nekem ezen kell dolgozni, mert A. szerződésbeli kötelezettségünk, B. nem tehetjük meg, hogy nem vagyunk értékes partner a szövetségnek, mert hogyha ez a védelmi képességünk nincsen meg, és nem nálunk van rá szükség, hanem valahol máshol, akkor nem tudnám azokat a képességeket a rendelkezésre bocsájtani. Az egyes NATO tagországokhoz képest, mert ezt szintén lehet hallani, hogy hát Magyarország kifejezetten rosszul áll a NATO tekintetében, de akkor ezt cáfolja ezek szerint. Én nem tudom, ki mondja ezeket, szerintem azok nem ismerik a NATO-t. Én nagyon büszkén ülhetek a NATO vezérkar főnökök között, ugye évente legalább 2-szer találkozunk, egy nagy-nagy körasztal környékén. Én emelfővén büszkén állhatok oda, mert a NATO kötelezettségeinket mindig teljesítjük. Idén elértük a 2%-ot is. Hogy mondjuk egy példát, ugye több mint egy éve tört ki a háború. Előtte évben, decemberben a NATO azt mondta, hogy a elrettentés miatt hozzunk létre a keleti határon, a szövetség keleti határán olyan harccsoportokat, ami mutatja, hogy a NATO képes, ha kell, reagálni. Ugye ilyenek korábban voltak a balti államokban és Lengyelországban, ebbe a körbe pedig ugye a Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában kellett felállítani ilyen köteléket. Ez jelent meg úgy a magyar sajtóban, hogy Romániában amerikai katonákat telepítettek. Pontosan, hiszen a keret nemzetek a többi országban nem a befogadó nemzet volt, hanem valamelyik másik nemzetet hívtak, így hívták az Egyesült Államokat, az oroszok, a franciák és a csehek mentek egyébként keret nemzetként, mi meg azt mondtuk, hogy hát mi vagyunk a NATO. Itt mi reagálunk a leggyorsabban, tehát magyar keretnemzet, magyar parancsokság alatt állítjuk fel ezt az ászlajat, és várjuk azokat a szövetségeseket, akik szívesen csatlakoznak hozzánk. Háború kitörés előtt egy pár nappal volt itt a szárazföldi parancsnoka a NATO-nak, és megnézte ezt a magyar harccsoportot, és megkérdezte tőlem, hogy Romulus, miért nem jelentitek be, hogy készen vagytok? Mondtam, hogy az öndicséretet mi magyarok azt annyira nem szeretjük, de ha te úgy látod, szárazföldi parancsnokként, hiszen egy szárazföldi alakulat, hogy készen vagyunk, akkor jelents be te. Visszament, jelentett a szekőrnek, és úgy nyilván a háború kitörés után, mert egy pár nap azért eltelt, akkor bejelentette, hogy az újonnan felállított harccsoportok közül elsőként a magyar
harcsoport érte el a kezdeti műveleti készenlétet. Majd szeptemberben egy NATO ellenőrök nézték meg újra a harccsoportot, és elsőként értük el a teljes műveleti készenlétet ezek közül a harccsoportok közül. Úgyhogy amikor azt mondják, hogy mi kis testvérek vagyunk a NATO-ba, azok nem tudják a tényeket. Ez jól hangzik. Nyilván képességbe nem vehetjük fel a versenyt az Egyesült Államok haderejével, vagy a brit haderővel. Ott azért más számok vannak. De amit tőlünk kérnek, olyat nem tudnak olyat mondani, hogy az nem határidőre, és nem azzal a mentalitással és képességgel, amit saját magunktól elvárunk, az időre ne legyen kész. Azért érdekes hallgatni, amit mond, mert úgy tűnik, mintha másik lenne a katonai sík, és más a politikai sík. Ugye, ha a politikai síkot nézzük, akkor ott azt halljuk, hogy a Nyugat meg a Magyarország között időnként feszültségek, politikai feszültségek vannak, de akkor ez egyébként például ön, amikor ott ül a NATO-ban, akkor ez abszolút nem nyilvánul meg például orosz-ukrán háború kérdésében, hogy Magyarország Oroszországnak a nem tudom én hűbér állama, meg egyebek. Mi katonák más nyelvet beszélünk. És ez is a dolgunk. Nyilván megvannak a mandátumok, megvannak a felhatalmazások, amit minden egyes katonának tiszteletben kell tartani, ez természetes, de ugyanakkor a katonai tevékenységre a politikai különböző szelek, azok soha nem, és nem is fognak árnyékot vetni. Azért mondom, nekünk megvan a közös nyelvünk, nekünk megvan a közös tapasztalatunk, megvan a közös eljárásrendünk. Tehát ilyen szempontból a NATO-ban nem lehet, nem érheti kritika Magyarországot vagy a Magyar Honvédséget. Ugye Magyarország is mindig hangsúlyozza még a legelvetemültebb politikai viták esetén is, hogy Magyarország a NATO-nak és az Európai Uniónak a tagja, és nagyon sokszor a NATO-t mondják első helyen. Viszont mégiscsak talán pont most az orosz-ukrán háború kapcsán a NATO vezetői néha kívülről nézve úgy viselkednek, mintha a NATO nem csak egy védelmi rendszer, hanem egy támadó rendszer lenne, és tudom, hogy nem a NATO-nak a feladata lenne elsősorban a diplomácia tárgyalásoknak az elősegítése, de sokakban felmerül, hogy a NATO jól kezeli-e az orosz-ukrán háborút. Ön hogy látja, jól kezeli? Ugye a politikusok felejtik el, hogy a NATO az egy védelmi szövetség. Csak ugye ő egyben NATO tag is, meg politikus is, és megvan a nemzeti politikájuk, megvannak a saját másfajta politikai alrendszereik, és közben NATO. Tehát amikor a NATO-ban mondani kell valamit, nem nagyon mondás, mint amit a saját politikai irányultsága megkövetel. Mi szoktuk őket visszahúzni a valóságba, hogy hello. Tehát. Hallgatnak önökre? Hát kénytelenek, mert ott hál' Istennek mindenkinek egyforma szavazata van. Tehát a NATO azért is jó, mert ott hiába fognak össze a nap végén, hogy mindenki nem teszi fel a kezét, akkor nincs egyetértés, akkor nem lehet abba menni. És a NATO az valóban egy védelmi szövetség. És meggyőződésem, hogy soha nem volt ilyen erős, mint most. Ugye ez pontosan látszik azokból a harccsoportokból, amik felállításra kerültek, meg sok minden másról, amiről nem beszélhetek, ugye műveleti tervekről. Tehát a NATO felkészült arra, hogy a NATO területet megvédje. Katonailag. Az összes többi, azt meghagyom a politikusoknak. De egyébként például Putyin nyilatkozataiból is az derül ki, hogy azért a NATO-val közvetlenül nem szeretné szembe találni magát. Hát persze, erre szoktam mondani, hogy a számok nem hazudnak. Tehát ha megnézzük a katonai erőt, a gazdasági erőt, a létszámot, és nem csak a katonai létszámot, hanem az összlétszámot, a politikai erőt, földrajzi információt, föltette, bármit megnézek, az egy öngyilkos küldetés lenne, neki szaladna NATO-nak. Ez teljesen természetes. Magyarországnak ugye az az álláspontja, hogy a békére lenne szükség. Ezt katonaként a NATO-ban kell önnek bármilyen formában képviselnie? Nem kell nekem ezt képviselni. Én azt gondolom, hogy minden józan ember egyenruhában vagy civilbe ezzel egyet kell, hogy értsen. Beszéltünk már erről. Ott emberek halnak meg. Folyamatosan. Folyamatosan emberek halnak meg. És ugye nem katonai megoldás erre nincsen. Katonai megoldás erre nincsen. Akkor ön szerint jobb lenne, ha most tűzszünet lenne? Ezt rájuk bíznám. Tehát ez nem szeretnék ebbe állásfoglalni. A saját véleményem megvan, nyilván, ha kikapcsoljuk a mikrofont, akkor eltudom. De ez akkor inkább egy politikai kérdés, abszolút, mint egy katonapolitikai, vagy egy katonai kérdés? Abszolút.
Akkor itt hoznék be egy olyan szállat, hogy a minap jelent meg az a hír, hogy Magyarországon is képeznek ki ukrán katonákat, és ezzel kapcsolatban megindultak a találgatások, hogy mi is történik Magyarországon. Amennyire én ezt a hírekből megértettem, itt kifejezetten az egészségügyel, tehát egészségügyi képzést kapnak ukrán katonák. Változott bármi az elmúlt napokban? Ezt a híreket én is olvastam, főleg egy szomszédos országban beszéltek a mi tevékenységünkről, ami ugye a féligosságokat tartalmaz, hiszen jelenleg nincsen, de valóban volt képzés, és valóban egészségügyi képzés volt, ami tökéletesen illik abba a irányvonalba, hogy Magyarország humanitárius téren a legnagyobb segítséget adja Ukrajnának. Az egész magyar történelemben nem volt ekkora humanitárius segítségnyújtás, mint ami most folyik. Ehhez mi katonák úgy tudtunk hozzájárulni, hogy valóban az egészségügyi személyzet képzésében vettünk részt nyilván katonai oldalról, ami pont az ember élet megóvásának az egyik alapfeltétele. Tehát akkor ezt nem úgy kell azért elképzelni, mint ahogy más országok képeznek katonákat, ukrán katonákat. Tehát nem a leopárt harckocsikra képeznek. Mi csak az úgynevezett combat medic képzést folytattuk. Hogy látja, egy kicsit így a beszélgetésünk végén elmennék abba az irányba, hogy a jövőről beszéljünk, melyek azok a kihívások, amelyek Magyarországra geopolitikai szempontból akár veszélyesek lehetnek. Ugye sokszor halljuk ezt, hogy a veszélyeknek a korában élünk. Mi az, ami tehát a Magyarország, illetve a Magyar Honvédség szempontjából most a legfontosabb kihívás? De olyan helyzetben van Magyarország, hogy a keletről és délről folyamatos fenyegetés érkezik. Keletet kielemeztük, hiszen a háború zajlik, bármikor eszkalálódhat vagy deszkalálódhat, ezt meglátjuk ennek az eredményét. Ez egy olyan veszélyforrás, a szomszédomot tetszik, nem tetszik, van egy háború. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Délről pedig folyamatosan jön az illegális migráció. Ott az illegális migráció nagyobb probléma, vagy a balkáni feszültségek, ami szintén ilyen pattanásig feszült helyzet, és bármikor háború lehet. És pont ezt akartam mondani, hogy ez összefog ezzel. Nem véletlenül van a magyar katonáknak a külföldi misszióba a kétharmada, az a Nyugat-Balkánon szolgál. Tehát folyamatosan ott vagyunk, ugye nagyon sokszor vezető pozícióban, egyébként mind a két küldetésnek a helyettese az magyar tábornok. Tehát folyamatosan figyeljük, hogy mi történik ott is vagyunk, hiszen a háború hatására, vagy bármi más hatására ott a feszültség az tapintható. Tehát onnan van egy másik olyan veszély, ami bármikor átjöhet Magyarországra. Ez a két legfontosabb dolog van, és természetesen egy COVID, a migráció felerősödése, és ugye számtalan olyan veszélyforrás lehet, ami ugye a pillangó effektussal elérheti Magyarországot. Ezért rendelt el miniszter úr tavaly év közepén, hogy gyorsítsuk fel a haderőfejlesztést. Ennek egyik szegmense az, hogy jelenleg több katona van készelítés készültségi szolgálatban, és rövidebb határidejű megindulási idővel, mint az korábban volt. Ennek része az, hogy minél több időt töltünk a gyakorlótéren, egyrészt, hogy megtanuljuk az új technikát, másrészt, hogy a tapasztalatokat feldolgozunk, harmadrészt, hogy úgy menjünk készüléti készültségi szolgálatba és küldetésbe, hogy a legfelkészültebbek legyen a katonák, ezért változtattunk az alakiképzés rendszerén, ezért változtattunk az altisztképzés rendszerén, és ezért változtattunk a tisztképzés rendszerén is. A harmadik ilyen dolog, igen, a szervezetet is kicsit megváltoztattuk, ez azt jelenti, hogy a legfontosabb célom, hogy minél több kiképzett és bevethető harcolója legyen a Magyar Honvédségnek. Ezt úgy tudjuk elérni, hiszen az országgyűlés által engedett létszám az nem változik, hogyha a bürokráciát csökkentve minél több harcoló pozíciót hozunk létre. Ez január 1-ben megtörtént, és ennek hatására nyilván a közép- és felsővezetői szinten lévő beosztások száma szignifikánsan csökkent, így tudtuk gyakorlatilag megduplázni a lövészzászlóinknak a számát, aminek a feltöltése majd fokozatosan fog indulni. Úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, úgyhogy közben a haditechnikai fejlesztések azok folynak. Tehát az aláírt szerződésének köszönhetően érkeznek folyamatosan a
lövészpáncélosok, ugye, amit majd nem sokára itt fogunk gyártani Magyarországon, érkeznek a légkerekűek. Ugye ez az a legerszegi gyár többek között, ha jól tudom, hogy ezt kifejezetten Magyarországnak fogja a Rheinmetall gyártani, vagy exportra gyártják, mert ugye most pont a harckocsik kapcsán ugye állandóan halljuk azt, hogy akkor oké, szállítanak meg, megígérik, de nincs is annyi, meg hiány van belőle, hogy fog ez alakulni? Hát, ugye ez a gyár, ez magyar is, ez nekünk fog gyártani, és tud exportra is gyártani. Ugye, tehát ennek a szépsége az, hogy ha a miénk, akkor mi döntünk arról, hogy... Mi is döntünk, ugye nem csak a miénk. Tehát ugye jönnek ezek, idén jönnek a 225-ös helikopterek, jövőre jönnek a KC-k, ahogy mondtuk, a légvédelemnek a részei, a rakéták, tehát az ütegek, a radarok folyamatosan érkeznek, úgyhogy minden mellett jön a haditechnikai fejlesztés is. És látszik, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy a társadalom felé is nyissunk, ezért indult ez a kampány, hogy az emberek pedig tudjanak minél többet arról, hogy mi itt vagyunk, készülünk, és felkészültek vagyunk. Kínáról kérdezném még, ugye sokan azt mondják, hogy valójában itt az orosz-ukrán háború az már egy proxy háború, és Amerika és Kína háborúzik egymással. Megváltozhat-e úgy a világrend, hogy miközben a világrend változik, pontosan ezen változások mentén ilyen óriási konfliktusok alakulnak ki, amik katonai konfliktusokba is torkolnak, és akkor az hatással van a mi országunkra, meg más országra is. Ugye ilyenkor szokott az a varázskérdés elhangzogozni, hogy lesz-e harmadik világháború? Én bízom abba, hogy a politikai vezetők higgadtak. Senkinek nem jó egy harmadik világháború. Itt a háború nem jó senkinek. Ami nem teljesen igaz, mert mindig van, aki hasznot húz belőle. Ugye ezt tudjuk, hogy a régi axióma, hogy a háborúk nyertesei ugye mindig a bankok, mert azok megfinanszírozzák, hogy az adósságot begyűjtik. Ezt milyen érzés katonaként látni? Ezt tényként el kell fogadni. Tehát ugye mi ezen változtatni nem tudunk, de a mi dolgunk az, hogy megértsük a nagy képet. De mondom, én bízom abban, hogy a mindenkori vezetők azok higgadtak, és nem akarnak rosszat sem a saját maguknak, főleg nem saját maguknak, másoknak meg pláne nem. Mert amikor incidensek történtek, ugye, mikor a Lengyelországra leesett az a rakéta, ami civil embereket halálát okozta, akkor azért látszott, hogy mennyire nyugodtak és megfontoltak voltak az európai vezetők. Nem ugrottak bele semmibe, nem volt előzetes végső olyan következtetés, ami eltolta volna ezt a krízist egy rossz irányba. Én bízom benne, hogy józanok maradnak, és nem lesz olyan politikai vezető bárhol a világon, aki abba az irányba tolna a világot, hogy semmisítsük meg magunkat. Akkor ez azt jelenti, hogy ön, ez a bizalom kérdése, vagy egyáltalán, és tudom, hogy ez megint egy kicsit politikai kérdés, de hogy látja a világnak ezt a feszült állapot, tehát hogy feszültebb a politikai helyzet most, tehát jobban kell egy katonának készülni arra, hogy esetleg a politika rossz döntést hoz, mint akár 15-20 éve? Ezért kezdtünk el készülni, ugye ebbe azért az információ azért segít, mert most minden eljut hozzánk. Minden hír is álhír is. Igen. Ugye ebből azért kiválogatni, hogy ebből mi az igaz, ki milyen színjátékot játszik, vagy mik a tények, az ez nagyon bonyolult, úgyhogy nem tettünk más, mint amit elnök úr meghatározott számunkra, tartsuk szárazon azt a puskaport. Ruszin Szendi Romulus, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.